becsempészte Vlagyimir Putyin a Krím vezetőjét egy hivatalos indiai látogatásra. Ennek természetesen nem örült senki, sőt az ukrán elnök egyenesen Ausztráliából szólalt fel India ellen. De Putyinnak sem könnyű, mert Oroszországban egyre rosszabb a helyzet. Magas az infláció, egyre kevesebbet ér a pénzük, és a helyzet jövőre sem lesz jobb. Kerner Zsolt összeállítása. Vlagyimir Putyinnak nehéz napjai voltak. Itt épp megérkezik Indiába azzal a szándékkal, hogy javítson a mostanában nem olyan jó orosz-indiai kapcsolatokon. Nem sikerült. Putyinnal együtt ugyanis bejutott a hivatalos delegációba Szergej Aksionov, az Ukrajnától levált Krím-félsziget vezetője is. Ennek pedig Indiában nem igazán örültek, a Nyugat és Ukrajna pedig kifejezetten zokon vette. Még India sem tudja megmenteni Aksionov urat. Ő egy egyszerű bűnöző. A múltja is tele van bűnnel, és biztos vagyok benne, hogy a jövője is tele lesz. Így fakadt ki Petro Poroshenko, ukrán elnök, India ellen. Poroshenko éppen Ausztráliában van, ahonnan azért is szólt vissza ilyen durván, mert India eleve nem támogatja az Oroszország elleni szankciókat. De Putyinnak sem könnyű. Az orosz rubel hetente újabb és újabb negatív rekordokat dönt. Jelenleg 57 rubelt ér egy dollár. Az orosz pénz az idén 40%-ot vesztett az értékéből. Ebben a hónapban nem fizetem ki a törlesztő részletemet. Amikor felvettem a hitelt, 50 ezer rubelt kellett fizetnem. Most már 200 ezer rubel a részletem. Honnan szerezzek erre pénzt? Panaszkodik egy moszkvai tüntető. És vásárolni is egyre drágább. Az infláció 10%. Mert nem csak az orosz pénz veszít értékéből, de a nyugati szankciók miatt egyre nehezebb és drágább bizonyos termékekhez is hozzájutni. A Nemzeti Bank szerint a helyzet jövőre sem javulhat sokat. Barack Obama ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy vigyázni kell a további Oroszország elleni szankciókkal, mert azok szerinte visszaüthetnek. Főleg, hogy a nyugati közvélemény túlbecsülte Putyint. Obama szerint az oroszoknak nincsenek olyan jó lapjaik, mint előre gondoltuk, és még rosszul is játsszák ki azokat. Az egész ukrán ügy meglepetésként érte őket.